Mikor kezdjek? Neked. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt napokban mindenki tapasztalhatta, hogy személyemmel kapcsolatban és Vona Gáborral kapcsolatban egy nagyon súlyos, aljas és hazug lejárató kampány indult el. Ennek pedig a tárgya nem más, mint az én általam birtokolt személyautó, amelynek egyedi rendszáma van. Ezt az autót, ezt én vásároltam 2017. harmadik hó 1-én, amelyről be is tudom mutatni a dokumentumot. Ez egy brémai autókereskedésben vásároltam, 16.700 euróért ezt az autót, amit, hogyha most átszámolunk, az ilyen 5,2 millió forint cirka. Ezután üzembe is helyeztem Magyarországon, mert befizettem a regisztrációs adót, szintén én fizettem be rá a regisztrációs adót. Itt található a dokumentum, amit majd külön a tévének meg fogok mutatni. Ami igazán nagy probléma, hogy visszaéltek a saját tulajdonomnak a adataival, és ez a mocskos kampány sajnos kihat az ember családjára is, hiszen mi még elviseljük ezt a kampányt, hiszen kampány van, de a hazugságokat sajnos a szülők nagyon nehezen viselik, és nagyon sajnálom azt, hogy például anyám, aki szívbeteg, 74 évesen sírva hív fel, hogy mit lát a TV2-ben. Ezt a kampányt a Lokál nevezetű újság kezdte el, mutatnám az újságot. Még a napokban itt Gyöngyösön fogják szórni, a megyében már sok helyen kiszórták, a országos terjesztésű. Ebben található az első cikk, melyben arról van szó, hogy én a Bécsi úti központi irodánkban szoktam parkolni a mélygarázsban, és ott ugye a következőkben már kiderül, hogy mintha ott rejtegetném ezt az autót. Ami nagyon szomorú számomra, hogy ezeket a szánylapokot, mert másnak nem tudom nevezni, az önök pénzéből tartják el, és nem másképpen, mint hogy az utolsó oldalon mindig találnak egy hirdetést, ami egész oldalas. Ez hol a Magyar Villamosművek, hol a Szerencsejáték ZRT, tehát mind állami cég, mely fenntartja ezeket az újságokat, és így átmenetileg szponzorálja a kampányban, mely újságok semmi másról nem szólnak, csak a Jobbik lejáratásáról, politikai ellenfeleiknek a lejáratásáról. Az autóval kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy Vona Gábor soha nem vezette ezt az autót, soha nem szoktam neki felhordani Budapestre, hogy ő ezt megnézze. A cikkben, a riport cikkben megjelent adatok nem egyeznek, tehát az autónak a felszereltsége teljes mértékben különbözik attól, amit ott megadnak, nincsen benne bőrbelső, hűtött ülés, a hangrendszer nem 2 millió forintos, hanem egy alaphangrendszer található ebbe az autóban, ami a pikantériája, hogy ez az autó amúgy eladó, több hónapja hirdetem a interneten, 5 millió forintért, tehát ez a 20 millió forint és 5 millió forint között azt gondolom, hogy van különbség. Egyértelműen meg fogjuk indítani a pereket, mind a sajtó, mind a személyes pereket meg fogjuk indítani az üggyel kapcsolatban. Ami a szomorú, hogy ezt is az önök pénzéből fogják majd kifizetni, hiszen ezek az újságok mind állami megrendelésekből élnek. Nagyon szomorúnak tartom. Azt tudom ígérni, hogyha ezeket a pereket megnyerjük, és ebből valamiféle kárpótlást tudnak számomra adni, azonnal jótékonykodni fogok belőle, a helyi óvodáknak, a helyi bölcsődéknek, iskoláknak próbálok akár a játszótérre, vagy akár a felszereltségüket bővíteni a közeljövőben. Talán még annyit szeretnék elmondani, hogy nem vagyok az éjszakai élet császára sem, nem is voltam soha. Tehát ez is egy olyan aljas lejáratás, amit hát elég nehéz plépofával elviselni. Ez üggyel kapcsolatban is mindenféleképpen meg fognak indulni a perek. Remélem, hogy a közeljövőben a Fidesz propagandagyára avval kezd el foglalkozni, hogy milyen utak vannak Magyarországon, milyen az egészségügy, és remélem, hogy Horváth László el fog határolódni ettől a lejárató cikktől, hiszen nem hiszem azt, hogy bármelyik jóérzésű ember ezt a úgymond időjelzelben baromságot
befejezi, hiszen látható maga a Facebook oldalon is, bármely portálnál nézzük, hogy az emberek kételkedve fogadják, hiszen ez az autónak egyértelműen látszik, hogy nem ez az ára. Sajnos a mai napon szóltak, hogy hirdetésben megy a Facebookon ez a lejárató kampány, úgyhogy a választások után a győzelmi mámorunkban azért meg fogjuk tenni mindenféleképpen a feljelentéseket, és reméljük, hogy a igazunknak majd a bíróság is helyt ad. Köszönöm szépen, ha van kérdés, akkor tudok rá válaszolni. Nincs? Akkor köszönöm szépen, hogy jelen volt.